kívánok! Mai előadásunk keretében demográfia, népesség és humán erőforrás tantárgyról fogunk beszélni, ennek a tartalmáról. Tulajdonképpen egy olyan disziplináról beszélünk, amely a népesség számának alakulását, a népesség összetételét vizsgálja, és nagyon fontos gyakorlati haszna van tulajdonképpen ennek a tantárgynak. Először lássuk, hogy milyen témákat is érintünk ennek keretében. Tehát az első előadásban áttekintjük tulajdonképpen az alapfogalmakat, amivel ezt a kérdéskört meg lehet közelíteni. Aztán különféle adatforrásokról tanulunk, amit használni lehet. Itt az egyik legfontosabb a népszámlálás, ahol a modern népszámlálásról tanulunk, hogy az hogyan is alakult ki, mik a jellemzői, és Romániában mikor tartottak ilyen népszámlálásokat, milyen ismérvei vannak ezeknek. Következő téma a népesedés elméletek, ahol áttekintjük tulajdonképpen azokat a megközelítéseket, amivel megpróbálták az idők során magyarázni, hogy hogyan is alakul a Földön a népesség. Miért növekedik, miért csökken, miért növekedik meg hirtelen egy adott időszakban a népességszám, a születésszám, miért csökken le. Ugye ma is több ilyen elmélet van, amely próbálja megmagyarázni ezeket a jelenségeket. Miért fontosak ezek a kérdések? Biztosan tudjátok, hogy jelenleg Románia népessége csökken, aminek egyik oka ugye az elvándorlás, a migráció, a másik a születésszám csökkenése, a gyermekvállalás visszaesése. Ezek azok a kérdések tulajdonképpen, amiben demográfiával foglalkozunk, hogy a születések, a termékenység, milyen tényezők határozzák meg ennek az alakulását? Hogyan tudjuk megmérni egyáltalán azt, hogy növekedik vagy csökken? Milyen mutatókat kell ehhez kiszámítsunk? És milyen tendenciákat tudunk felvázolni? Mi jellemző Romániában, Erdélyben, az erdély magyarság körében, illetve Európában és világviszonylatban? Nagyon nagy különbségek vannak. Másik ilyen nagyobb téma, amiről tanulunk, a halandóság. A halandóság hogyan változott meg, hogyan csökkent le például a csecsemő halandóság, mit mutat ez. Aztán a születéskor válható átlagos élettartamról tanulunk, amit ugye köznyelvileg valahogy úgy tudnak az emberek mondani, mint az átlag életkor, mert tulajdonképpen ez egy másik dolog. Meddig élünk várhatóan és átlagosan? Egy nagyon fontos kérdés. Nem csak ugye az embereket érdekli, hogy mégis átlagosan mennyit élhetnek, hanem ezeket felhasználják például olyan elemzésekre, ahol a nyugdíj biztosító pénztárak tervezni tudnak. A biztosító cégek használják ezeket az adatokat és ezeket a mutatókat, amikről tanulunk. Aztán egy másik nagy témakör a házasságkötések és a válások. A házasság megszűnése. Milyen magyarázatok vannak arra, hogy a házasságkötési kedv visszaesett például Európában. Ez Romániára is vonatkozik. A házasságkötések átlagos életkora későbbre tolódik. Később kötnek már a fiatalok házasságot, mint korábban. Megnövekedett sok országban a válások száma, számaránya. Ezekről is fogunk tanulni. Aztán áttérünk a vándor mozgalom tanulmányozására. Itt beszélünk belső vándorlás, ugye megyék között, települések között, faluról, városra, városról, falura, de egy nagyon fontos másik irány a nemzetközi vándorlás, mert vannak magyarázó elméletek, hogy miért mennek az emberek, hogyan lehet ezt megközelíteni, és természetesen vannak adataink, amivel megvizsgáljuk, hogy mi jellemzi, főleg a román állampolgárok és az erdély magyarság nemzetközi vándorlását, milyen sajátosságai vannak ennek.
És részletesen tanulni fogunk természetesen a belső vándorlás trendjeiről is Romániában. Hogyan alakult az utóbbi 50 évben ez a mozgás, melyek voltak azok a megyék, amelyeket inkább érintettek ezek a belső vándorlás jelenségek. Milyen megyékből, milyen más megyékbe telepedtek, melyek azok a települések, aminek megváltozott a nemzetiség összetétele jelentősen, melyek azok a kevésbé, és így tovább ilyen kérdésekről tanulunk ebben a tantárban. Egy fontos további dimenzió a humán erőforrás szakosok számára a munkaerőpiac összetételének vizsgálata. Először is az alapfogalmak, különféle megközelítések a munkanélküliség vizsgálatához, az aktív, inaktív népesség meghatározásáról, összetételéről, és aztán a munkaerőpiac dinamikája, hogyan mérjük, ugye makroszinten, mi jellemzi a munkaerőpiacot, hogyan lehet megvizsgálni azt, hogy egy adott területen, például egy cégbe akar lépni egy országba, akkor hogyan készítünk egy makroelemzést egy adott területre leszűkítve. És így tovább ilyen kérdések tartoznak a népesség és a humán erőforrás témakörhöz.